Galántai Györggyel 90-es évek elején ismerkedtem meg személyesen. Ha jól emlékszem, akkor ez 1993-ban volt valóban, amikor a Laza szlogenek akció volt, ugye, ami most megint aktuálissá vált. Ez a kapcsolat Tóth Gáboron keresztül jött létre, és mert akkoriban én játszottam egy nagy zenei kollektívában, ami éppen változó, mondjuk 6-8 tagot számlált éppen, vagy ki milyen módon tudott részt venni benne. Ez volt az első ilyen komolyabb experimentális zenei kísérletünk, az volt a zenekar neve, hogy Sok a panasz, és egy magyar művei találkozón játszottunk Keszthelyen, ahol látott minket a Tóth Gábor, és akkor ott onnan jött a kapcsolat vele, aztán én az alapokkal kerültem ugye rajta keresztül kapcsolatba, és így módon a Gyurival, aki épp akkor csinálta ezt az a szlogenek akciót. Aztán játszottunk is, ugye, amikor élőben, természetesen az volt az első, ha jól emlékszem, igen, olyan akció, amit egyébként az Art Plus szervezésében volt, ugye, amikor Ben Gauthier itt volt, és a többiek. Szóval ez akkora tehető, ez az ismerettség. Ugyanakkor nekem van egy személyes élményem még, ami egészen kicsi gyerekkoromhoz kötődik. 1973-ban az apámmal Balatonbogláron nyaraltunk, és ő mindig is érdeklődött, hát nem szakmabeli, építész ugyan, hát most már nyugdíjas, de nem szakmabeli, de mindig is érdeklődött a képzőművészet iránt. És tudta, hogy a Boglári kápolna tárlat van, valahonnan tudta, és mi ott voltunk. Így az első emlékeim között van ez, hogy ott a Haraszti Istvánnak a szobrait láttuk kiállítva. Akkor még nagyon pici voltál, nem ilyen? Hát négy és fél éves, valami ilyesmi, de némi halvány emlékképpen van erről, illetve hát aztán ugye amikor hát jó pár évtizeddel később a megfelelő sajtóvízhangot is kapta ez az egész dolog, főleg ugye a Sasvári Edit által szerkesztett kötet kapcsán is föl lett dolgozva a kápolnatárlatoknak, illetve be lett mutatva voltak éppen a kápolnatárlatoknak a története és igazából a jelentősége. Akkor került ez szóba újra az apámmal, és hát természetesen akkor egy pár szót beszéltünk erről is. Szóval ez megtörtént, és némi halvány emlék képeim erről vannak, de talán ez annyira nem is érdekes, ez csak egy furcsa együttállás, talán arra vonatkozik, hogy bizonyos dolgok milyen furcsán, sorszerűen megtörténnek az ember életében. Most 93 lazalapok, és igazából utána volt-e még valamilyen ilyen kooperáció esetleg az Art Pool-lal, vagy Gyurival kapcsolatban, mert ezt végülis te ugye zenével is, meg irodalommal is foglalkozol, tehát hogy így ennek kapcsán esetleg részt vettél projektekben, vagy nem tudom ezt pontosan, mert azért a Gyuri elég sok kiállítást csinált az Art Pool P60 kiállítótérben. Igen. Többek között ugye mi a P60-ban aztán játszottunk is, a Zsolt barátommal, a koncertünk. Illetve néhányszor tartottam ott előadást, ez főleg ugye aztán az Károsi Endrén keresztül valósult meg, akinek a szemináriumában vendégelőadóként vehettem részt, ugye, és hát a P60 rendkívül jó tér volt erre igazából, tehát az egész multimediális felkészültséggel, amivel ugye prezentálni lehet a különböző anyagokat, a vizuális és az audionális anyagokat. És hát ezek a kooperációk, ezek mindig is voltak, hát aztán természetesen így most a filmekkel kapcsolatban is ugye
hogy együttműködés zajlik, tehát az a filmgyűjteményemnek egy része legalábbis, amit az elmúlt években össze gyűjtöttem, összeszedtem, a világ különböző tájairól, különböző underground filmek, illetve nagyon igazi filmritkaságok. Jelentős része az most már az Artpoolnak is, ugye, a gyűjteményt képezi, és hát ennek a folyamata igazából talán még nem zárult le teljesen. És másrészt pedig mindig is szerettem a Gyurihoz menni, és a P60-ba is menni. Alapvetően tudom, hogy nagyon fontos a kutatás, és leginkább egyébként a webben olvasom az Artpoolt, nagyon sok minden fönt van, és ez nagyon jó. Az egyik első ilyen független szervezet volt tulajdonképpen, nyugodtan mondhatom, hogy független szervezet, ami egész jó web megjelenéssel rendelkezett már egészen régóta, és rendkívül nagy hasznát veszi az ember, hogy olyan szövegek vannak fönn, és magyarra is fordítva, amelyek folyamatos hivatkozási alapot képeznek, és adott esetben nem biztos, hogy megvan az otthoni könyvtárban, vagy éppen meg tudom szerezni. Úgyhogy tulajdonképpen állandó olvasója vagyok az Artpoolnak, és az események követője is. Azokon a rendezvényeken, amiken vendégként, vagy mondjuk barátként részt vettem, például, nagyon sok ilyen volt, de például amikor a kanadai hangköltő Paul Dutton itt volt, vagy Paul Panhuizen néhány évvel ezelőtt. 2004-ben itt volt a Paul Panhuizen. Csak hát már történeti, hát a Paul Dutton még régebben, azt mondja, 94-ben, igen. 10 évenként, akkor 2014-ben biztos lesz még egy dolog. De hogy ez mindig is nagyon jó volt, hogy a hangtól és a zenétől nem zárkózott el, és ezek rendkívül izgalmas, konceptuális megmozdulások voltak, vagy nagyon nagy örömmel emlékszem, hogy az Erdély Miklós esemény sorozata nagyon fontos lépés volt a kortárs művészet és kortárs szellemtörténet, meg a szellemtörténet feldolgozásának a terén, vagy hát a disztribúciójának a terén. És hát ezeket nagyon sokáig lehetne sorolni, ezeket az érdemeket. Viszont ha már a hangról beszéltem, akkor van még egy dolog, ami talán nem annyira régi, de ez sem most történt, tehát nem 94-ben vagy 2004-ben, hanem azt hiszem, hogy 2005-2000, tehát nem lehet sokkal több, de azért mégis közelebb van hozzánk. A Continental Drift című CD antológián szerepel a Gyurinak egy zeneműve. Ilyen hangzó szobra, az a megszólaló zene. Ez Angliában jelent meg ez a CD, és Peter Strickland, egy experimentális zenész és filmrendező válogatáslemeze volt. Ez a Magyarországon megismert underground és izgalmas experimentális hangi kísérletekből. De igazából ez volt az első pillanat, amikor én hallottam a Gyuri zenéjét, valahogy a saját zenéjét addig nem igazán, illetve az Artpoolba különböző videófelvételeken. De így, hogy ott volt ez a kazetta, és elkérhettem, vagy ez a felvétel, bocsánat, kazetta volt, mert át volt másolva, hogy a CD-re elkérhettem a Peter Strickland-től meghallgatni, ez rendkívül izgalmas volt, és azt hiszem, hogy őt föl kéne fedezni, mint hangalkotót is. Nem csupán ugye a fluxus tekintetében, hiszen híven a fluxushoz, ugye, ahol a zene és a hang nagyon fontos volt. Sok minden más mellett, de kifejezetten ugye zenei és hangi performanszok a fluxus performanszok között ezek nagyon-nagyon jelentősek és nagyon fontosak, paradigmatikusak, hogyha lehet ezt a kifejezést használni.
hanem tulajdonképpen azért is fontos, mert azt mutatja, hogy, hogy már egész korán ő abszolút totális térben gondolkozott, és tulajdonképpen egy szobor, az nem csupán egy szobor, hanem az a, az a tér is, amit megjelenít, és ez a tér, ez voltak éppen a hangra vonatkozó és az akusztikus tér is, tehát a hang is voltak éppen egy ilyen térkitöltő művészet, hogyha szabad így fogalmaznom. És ez a térkitöltés, ez mindenféleképpen, vagy ez a téralkotás, ez minden szinten ott volt a Gyuriban már régóta. Ennek azt hiszem, hogy az Artpool az egyik legizgalmasabb bizonyítéka, ami mind a mai napig egy autonóm tér. És hát ugyanúgy azt hiszem, hogy az ő művészeti munkásságának a közvetlen nem csak folytatása, hanem része is, tehát mint egyfajta művet hozta létre, vagy építi. Tehát van az embernek egy ilyen érzése, tehát nem csupán egy adattár, vagy egy tématár igazából az Artpool meghatározott gyűjtőkörrel, hanem egy sajátos autonóm tér, és ez nagyon fontos. Olyan autonóm tér, mint amelyekre ugye voltak már minták azért, tehát olyanokra gondolok, mint amilyen a saját tekintetében akár a Factory lehetett annak idején, vagy ahogy a halászék elkezdték a munkát New Yorkban, csupán New York-i példa jutna eszembe most, de valóban azért ez nem áll távol ettől. És ezt az autonóm teret a networkinggel hozta létre, ami szintén nagyon izgalmas, tehát ő már ez közvetlen eredménye voltak éppen az ő kapcsolatművészeti, illetve mélárt munkásságának is. És azt hiszem, hogy ez a sok szintű, sok ágú és összetett tér, vagy hát ez a metafora voltak éppen az Artpoolban csúcsosodik ki, mert minden ott van egy helyen.